Itt a híradó, köszöntöm Önöket. Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? Ez az 1970 óta létező Földnapja mozgalom jelmondata. A napot 175 országban tartják, Magyarország 1990-ben csatlakozott a kezdeményezéshez. A napot egyébként 2009-ben Evo Morales bolíviai elnök kezdeményezésére az ENSZ a Földanya nemzetközi napjává nyilvánította. Ebből az alkalomból tartott rendhagyó fogadóórát és sajtótájékoztatót a piac területén Kerecsényi Zoltán önkormányzati képviselő. Az idei április 22-e duplán jeles nap. Ezen a napon írják alá New Yorkban a párizsi klímaszerződést, mely kedvező változást hozhat a világbéke szempontjából. Tavaly a decemberi klímacsúcs előtt Kerecsényi Zoltán is csatlakozott a magyar államfő által meghirdetett élő bolygón kezdeményezéshez, ami a klímaváltozás elleni küzdelem fontosságára hívja fel a figyelmet, kezdte mai földnapi sajtótájékoztatóját Kerecsényi Zoltán. Gondoljunk csak bele, hogy mennyire fontos a klímavédelem a jövő szempontjából, a béke, a világbéke szempontjából, illetve hát ugye mi ezt észleljük itt a Kárpát-medencében sokkal fokozottabban észleljük a klímaváltozásnak a következményeit. Az önkormányzati képviselő az ivóvíz védelmének jelentőségét is kiemelte, valamint hangsúlyozta a város zöldövezeteinek kiemelt fontosságát, és elmondta, támogatja a külső várkert területén való parkerdő tervét is. A képviselő sajtótájékoztatóján beszélt arról is, hogy nemrégiben dr. Áldozó Tamás polgármester figyelmét felhívta egy országos projektre, mely a Fatestvér címet viseli. Az Alapvető Jogok Biztosának hivatala kezdeményezésében az áll, minden magyar gyermek születésekor ültessenek egy fát, így évente 90 ezer facsemetével lehetne gazdagítani a magyarországi zöld területeket. Helyi szintre levetítve minden egyes pápai gyermek születésekor ültessünk egy fát. Gondoljunk csak bele, hogy ez egy folyamatosan épülő, szépülő, gyarapodó dolog lehetne, amelyet a pápai családok, a felnövekvő gyermekek tudnának gondozni. Nem utolsó sorban pedig ezzel a város zöld felületei is jelentősen megnövekednének. A képviselő sajtótájékoztatója végén kártyákat osztott szét a járókelők között, amivel a környezet megóvására hívta fel a figyelmet. A pápai drámaműhely 20 éves múltra tekint vissza. A bemutató foglalkozásokra minden tanévben két alkalommal várják az érdeklődőket a Vörös Sándor általános iskolába. A mai volt a tavaszi találkozó, melyre a megye több városából, valamint pápa és a járás oktatási intézményeiből is érkeztek pedagógusok. A 2015-16-os tanév őszi drámaműhely foglalkozásain a színjátszás került előtérbe, ahhoz segítséget jelentő játékokkal ismerkedhettek az érdeklődők. Most a tanórai oktatás szervezéséhez kaptak ötleteket. Szigorúan 45 perces órák, abban mások az általános, a hétköznapi óráknál, hogy a dráma módszereket beleépítettük, ahogy mi mindennapjainkban dolgozunk, hogy lássák azt a kollégák, hogy ez mitől eredményes, mitől mai, mitől jobb a mai gyereknek az ilyen órán való részvétel, mitől ér, ragad meg jobban a tudás, mint hogyha hagyományosan az osztályban ülne. A drámajátékok mozgalmasabbá teszik a tanórákat, a diákok tevékenység közben szinte észrevétlenül tanulnak, hozzászoknak az érveléshez, és elsajátítják azt is, hogy egy probléma több nézőpontból is megközelíthető. A drámás elemek minden tanórán használhatók. Lampért Helga azt mutatta meg, hogy hogy működik ez nyelvtanórán. Horvátné Árvai Mária a Rumini egy fejezetét dolgozta fel a diákjaival, Pulai Róbertné pedig egy biológia órát tartott. Drámajátékot általában a humán tárgyakhoz szokták használni, ez az elfogadott, meg ez az általános dolog, de a drámajátékokat, hogyha a természettudományos dolgokkal, a tudománnyal megtöltjük, akkor nagyon jó eredményeket lehet vele elérni. Ugyanúgy egy alapjátékot a természettudományos fogalmakkal, alapdolgokkal meg lehet tölteni, és így a gyerekekkel egy játékos formába tudjuk elsajátítani ezeket a természettudományokat. Több pápai iskolából, de például Csótról, Magyar Polányból, Veszprémből és Ajkáról is érkeztek vendégek. Németh Zoltánné ajkai óvónő visszatérő vendége a dráma műhelynek. Én nagyon nagy örömmel, szeretettel jövök ide minden évben. Szegény Tegyi Tibi volt a tanárom Győrben, amikor a dráma szakon végeztem, és ő ismertetett meg ezzel a
a lehetőséggel. Az érdeklődők közül többen is elmondták, hogy a pápai drámaműhelyben látott ötleteket hasznosítani tudják mindennapi munkájukban. A pápai református gimnázium 16 éve jó kapcsolatot ápol a Satöbrioni szakközépiskolával. Rendszeresek a látogatások, ebben a tanévben 3 magyar diák töltött 3 hónapot Franciaországban. Most pedig 5 francia fiatal érkezett a refibe. A refiből Domonkos Anna, Horváth Eszter és Szarka Liliana töltött az év elején 3 hónapot Franciaországban. Úgy gondolom, hogy az első héten és az első 2 hétben még nagyon nehéz volt beszélni és megérteni az összes órát, mivel gyorsan beszéltek a tanárok és nem értettük a szaknyelvet sem, de egy hónap után már szinte az összes órába be tudtunk kapcsolódni, és részt tudtunk venni minden foglalkozáson. Most a francia diákok töltenek 6 hetet Magyarországon. A Petőfi 2 tannyelvű képzésére járnak be órákra, délután pedig csatlakoznak a refis programokhoz. La ville assez petite, mais je trouve a város nagyon szimpatikus, kicsi, de barátságos, és az emberek is nagyon kedvesek, mondta Paul Gio. A francia diákok már néhány magyar szót is megtanultak. Csoki, víz, balakt, köszönöm, légy szíves. De nem csupán a nyelvtanulás a diákcsere program lényege. A francia diákok azért vannak itt, hogy megismerjék a mi országunkat, a kultúránkat, a körülményeinket, felfedezzék a magyar iskolarendszert is maguk számára. Nyilvánvalóan toleránsabbak lesznek, nyitottabbak lesznek, és ugyanezt várjuk a mi diákjainktól is. A francia diákok április 2-án érkeztek, és május 12-én indulnak haza Franciaországba. A Munkácsi Mihály Általános Iskolában tegnap természettudományos délutánt tartottak. A programot az alsó tagozatos gyermekek számára szervezték, mégpedig azzal a céllal, hogy megmutassák nekik, milyen érdekességek várják őket felső tagozatban a fizika és a kémia órákon. Megyeriné Borsó Éva a fizika, Tótné Nagy Judit pedig a kémia érdekes világába kalauzolta el az alsósokat. A gyerekek csak ámultak a sok érdekes kísérlet láttán. Ráragasztom a kis kocsira. Elengedem. Kérem szépen, ez volt a rakéta elv. Nagyon bámulatos is volt, amikor a lufik így felfújottak egy csomó teszt után. Fizikából légnyomással kapcsolatos kísérleteket láthattak az alsósok, illetve ők maguk is közreműködhettek a kísérletekben. Kémiából szintén látványos kísérleteket nézhettek meg a természettudományos teremben Judit nénitől. Pici gyerekeket hívtuk azért, hogy a természettudományok iránt egy picit az érdeklődésüket felkeltsük. 4., 5. és 6. még természetismeretként tanulják ezt a tantárgyat. Aztán 7. szokott lenni a probléma, amikor szétválik fizika, földrajz, biológia, kémiára, hogy egy picit érdekes kísérletekkel buzdítsuk őket a tanulásra. A természettudományos délutánt nem először rendezték meg az iskolában. Tulajdonképpen minden évben van egy természettudományos délutánunk, mindig más a téma, például volt már az alma, volt az oxigén, volt a víz, most meg kimondottan a picikre szerettünk volna koncentrálni. Én azt gondolom, hogy a gyerekek élményekben gazdagon mennek ilyenkor haza, és akkor mindig nagyon lelkesen, nagyon várják a 7. osztályt, amikor ők ismét láthatják ezeket a kísérleteket, illetve egyszerűbbeket ők maguk is végezhetnek. A természettudományi tantárgyak közül nem csak fizikáról és kémiáról szóló délután volt az iskolában. A közelmúltban a matematikával kapcsolatban hallhattak érdekességeket a diákok a tagozatos délutánon. Gyógy- és fűszernövények régen és ma. Ezzel a címmel tartottak projekthetet a Munkácsiban. A programsorozat keretében a tanulók többek közt megismerkedhettek az iskola udvarán lévő sziklakert gyógy- és fűszernövényeivel, és egy pápai gyógynövénytermelőtől megtudhatták, mi minden készíthető a gyógynövényekből. Tegnap délután pedig az iskolai sziklakert fűszernövényeinek felhasználásával pizzát sütöttek a projektben résztvevő gyerekek.
Csütörtök délután az iskola udvarán nemrégiben felépített kemence körül 8. évfolyamos diákok sürögtek, ugyanis az ő részvételükkel zajlott a projekt hét. A pizzasütésben is kivették a részüket, bár a tésztát a projektfelelős tanárnéni, dr. Hauberné Szabó Tímea gyúrta. A többi munkában tevékenyen közreműködtek. Igazából a Timi néni gyúrta meg a tésztát, abban van liszt, víz, olaj, só, élesztő is. Aztán a feltéteknek raktunk rá ilyen fűszereket, kakukkfűt, oregánót, hagymát. Itt most minden friss, most mentünk el a barátnőmmel szedni, most vágtuk fel őket, úgyhogy most minden friss itt. Hamar sült a pizza az iskolai kemencében, melyet az intézmény egyik pedagógusa, Tóth József épített fel az udvaron. Természetesen ő segítkezett a pizzák megsütésében is. A gyerekeknek nagyon ízlett a közösen készített pizza. Finom. Hamar el is fogytak az ízletes szeletek, következhetett egy újabb adag megsütése a csinos kemencében. Megyei tűzoltónapot szervez a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Május 3-án kedden a tűzoltó laktanyában kezdődnek, majd az Erzsébetligetben és a színház épületben folytatódnak a programok. A katasztrófavédelmi kiállítás és műszaki mentési bemutató mellett a tűzoltó felvonulás is látványosságot ígér. 2016-ban rendhagyó módon Pápán rendezik meg a megyei tűzoltónapot, abból az apropóból, hogy idén ünnepli megalakulásának 145. évfordulóját a pápai tűzoltóság. Az eseményt felvonulás, katasztrófavédelmi bemutató és kiállítás színesíti. 9:30 indul egy tűzoltó felvonulás innen a tűzoltóság épületétől egészen az Erzsébetligetig, és útközben a Flórián utcánál a Szent Flórián szobrát fogjuk megkoszorúzni. Ilyen még azt gondolom, legalábbis én nem emlékszem rá, hogy Pápa városában megrendezésre került volna egy ilyen nagyszabású monstre tűzoltó felvonulás. Ezt követően a színház épületben, illetve az Erzsébetligetben a színház környéken lesznek különböző nyilvános programok is. Így például 11:30 tájban műszaki mentési gyakorlat, vagy egy olyan kiállítás, ami a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának anyagából válogat. És itt tartják idei találkozójukat a pápai nyugdíjas tűzoltók is. A tűzoltó nap talán legnagyobb látványossága a programnyitó felvonulás lesz. Sikerült olyan állapotba hoznunk egy régi kocsi fecskendőt, amivel végig tudunk vonulni az előbb említett útvonalon, és ezt ugye hagyományőrző ruhába öltözött tűzoltó kollégák, illetve hát nyilván, mivel kocsifecskendőről van szó, lovak fogják végig húzni a városon. A május 3-i nyilvános megyei tűzoltónapra várnak minden olyan érdeklődőt, akik szeretnék közelebbről megismerni a szervezet munkáját, mindennapjait. Híreink után jöjjön a hétvége időjárása. Szombaton kezdetben csak helyenként, a délutáni órák második felétől nyugat felől viszont egyre több felé kialakulhat eső, zápor, zivatar. A szél délnyugaton és zivatarok környezetében feltámadhat. Enyhébb lesz a reggel, délután pedig 17-23 fok várható. Vasárnap kezdetben sok felé, majd egyre inkább csak keleten, északkeleten várható eső, zápor, kezdetben keleten egy-egy zivatar. Sok felé viharossá fokozódik az északnyugati szél. Visszaesik a hőmérséklet, délután csak 10-15 fokra számíthatunk. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink, nézzék majd hétfőn is a híradót, várjuk Önöket, viszontlátásra!